Társas játék délelőtre invitálja az Aranybulla könyvtár alapítvány a középiskolásokat, hogy az érettségi előtt álló fiatalok több órát teljesítsenek a kötelező iskolai közösségi szolgálatból. Csiszárné Máler Mónika elmondta, még 2020-ban indították a Játszma játéklubot, amely népszerűsége azóta is töretlen, most pedig új szolgáltatásként kölcsönözni is lehet a játékokat. Nagyon-nagyon népszerű ez a közösségi programunk, mind a családok, mind a fiatalok és az idősebb korosztály körében is. társasjátékhozni nagyon jó, hiszen szocializál, közösséget épít, fejleszt, és hát kikapcsol, szórakozásra nyújt alkalmat. Az Aranybulla könyvtár három, hat fős középiskolás csoportok, baráti társaságok jelentkezését várja, a diákok akár több iskolából is jöhetnek. Az elvégzett feladatért cserébe kettő-három igazolt órát adnak az X teljesítéséhez a játék időtartamának függvényében. Mi szeretnénk nekik egy lehetőséget biztosítani arra, három-hat fős középiskolás csoportokat, illetve baráti társaságokat is várunk, nincs ebben megkötés természetesen. És azt szeretnénk kérni tőlük, hogy válasszanak egy társasjátékot az itt lévők közül, ismerkedjenek meg a szabályokkal, érezzék magukat, játszanak egy jót, és utána pedig készítsenek el egy néhány perces videót, ajánlót. A társas minden hónap harmadik szombatján 18 különböző játékot próbálhatnak ki az érdeklődők. A kölcsönzésre a következő alkalomtól február 17-től kezdve lesz lehetőség, fél 10-től 12 óráig.